Sziasztok, megkezdődött a komikon, így a pókember előzetes után kaptunk egy Marvel előzetest is. Az első előzetes konkrétan a legutáltabb Marvel előzetes lett, hogy miért számos oka van, nem szeretnék ebbe belemenni. De most itt van a második, illetve pontosabban az első előzetes, ugyanis ami múltkor kijött, az egy teaser volt. Ez is elég megosztó lett, de nem ez a lényeg, nézzük, mi volt benne. Fury és Kerol párbeszédével indít az előzetes, Fury valószínűleg a szébről van, és hát ugye az, hogy most a titkos invázió után vagy előtt járunk, most sincs teljesen tisztázva, 99% hogy utána csak Fury visszaváltotta a régi stíle és jelenleg a Széberön tartózkodik. Ugye az Empire magazin jó voltából, még az előzetes előtt kaptunk egy részt, ahol ott vannak a Skrullok Carol mögött. Lehetséges, hogy a Skrull hadsereg egy része el fog menni a földről, és utána fogja a Fury a Sabert létrehozni a föld védelmére. Ezt majd meglátjuk. Szerdánin a titkos invázió első vadának a fináléja, úgyhogy ott biztos, hogy választ fogunk kapni azokra a kérdésekre, mint például, hogy Fury miért van megint az űrbe, miért alapította meg a Sabert, és hogy most pontosan mi van a Skrullokkal. Láthatjuk a film főgonoszát, Darbent, aki valamiért nagyon haragszik Carolra, ugyanis állítólag mindent elvett tőle, és itt jön a lényeg a karperec. Ugye a film középpontjában biztos, hogy a karperec lesz, és valószínűleg Darbennek az lesz az egyik célja, hogy meg tudja szerezni a másodikat is, ami ugye most az én értelmezésem szerint Kamalánál van. Mindeközben Monika és Keroll is valami fura anyagnál vannak, amik kapcsolatban vannak a karpereccel, és ezeknek a következménye az, hogyha hozzáérnek, akkor teleportálnak. Ugye ezek összemossák úgymond a képességeiket, és ez miatt cserélnek helyet egymással, amiközben használják. A film nagy részét szerintem ennek a megfejtése fogja kitenni. Legalábbis az előzetes alapján Fury erre mondhatja azt, hogy erős elmélet, bár más a két helyszín, tehát a két jelenet nem ugyanott játszódik, szóval lehet, hogy csak játszanak velünk a vágó. Térjünk rá egy picit a karperecre, aminek egy picit jobban utána olvastam, és megtudtam, hogy a képregényekben szoros kapcsolatban áll Jinnel, aki egy kék színű entitás volt. És ha megnézzük a levágott kart, ami Marvelből, akkor az ott szintén kék, de van még egy magyarázat, ami a Marvelhez jobban illik, az nem Más, mint hogy egy kri viselte. Ugye a Kamala a képregényekben embertelen, és most a sorozatban is hasonló úton indították el, ám végül nemrég élesztették újra a képregényekbe új mutánsként, és a sorozat is arra utalt, hogy ezen az új mutáns vonalon fognak tovább menni. De a kri elmélet megmagyarázna azt is, hogy eddig miért nem fért hozzá a képességeihez, ugyanis a kri alkották meg az emberteleneket, akik csak és kizárólag a terignézissel tudtak hozzájutni az erejükhöz, vagy épp használni azt. És a terignézés egy olyan mutációt vált ki az emberteleneknél, ami felfedi az erejüket, így el lehet azt képzelni, hogy a karperec egyfajta terigén köd, amely elhozza a erejét is, és az miatt tudja használni azt. Bár az is igaz, ahol a Miss Marvelben megtalálják a kartot, kirajzolódik a tíz gyűrű is, szóval még talán ezt cáfolná is a fentebb említett elméletet, de ne felejtjük azt se, hogy az egyik stáblista után jelenet ugye az új bosszúállókat fog elővetíteni, illetve a fiatal bosszúállókat. Ez száz százalék, hogy igaz, tehát nagyon hiteles líkerek rakták ki, és van egy másik plegyka is, miszerint Keng meg fog jelenni, és a karpereceket és a gyűrűket fogja keresni a második stabilist. Utáni jelenetben. Az előzetesben Monika kifejti, hogy mik is a képességei, Kamala a fény fizikai anyaggá tudja változtatni, Kerol pedig el tudja nyelni az. Ezek után kezdenek el pörögni az események, sok érdemleges dolgot nem látunk, csak hogy Darben is feltetőleg a kríserege megtámadja a földet, velük lesz valószínűleg a végső harc a földön, bár ez azért nem biztos. És hát a célja, hogy minden bolygót kiírtson, nem valami egyedi, hát így előre láthatólag egy sablonos felejthető gonosz lesz így az első tízer és előzetes alapján, de ne legyen igazam. Képlegényekben hozzá egyébként olyan sok dolog nem kötődik, amit talán említésre méltó, hogy létrehozott egy robotizált ezüst utazót, azon kívül semmi. Látjuk a szabadságszobrot is, amit a Nové láttunk utoljára, és utána a Fury mögött ilyen furcsa lényeket. Gondolom én, ők azoknak a bolygóknak a lakói, amiket Darben és a serege már megtámadott, vagy épp nagyrészt részt elpusztított. A CGI néha olyan, amilyen, de nem tulajdonítok neki olyan nagy figyelmet. Igazából ezek után, amiket még látunk, hogy harcolnak a Krikkel, és a itt egyáltalán nem láthatjuk ebben az előzetesben, viszont az Empire magazin jó voltából, mint hogy már említettem, tudjuk, hogy benne lesznek. Hangzik a marketing szöveg is, hogy magasabbra, messzebbre, gyorsabban, és ismét személyre vehetjük az új ruhákat, miközben dár bennek esnek neki. Tulajdonképpen ennyi, hát nem mondom, hogy meggyőzött, nem mondom, hogy várom a filmet, megnézni, megnézem, természetesen aztán lesz, amilyen lesz. Maradjunk annyiba enyhén fogalmazva, hogy vannak ennél jóval jobban várt projektek is, körülbelül az összes, de mindegy. Kommentbe írjátok, hogy ti mit gondoltok erről, és hogy nektek mi a véleményetek az előzetesről, és hogy ti mi vettetek észre. Hamarosan a titkos invázió 5. részének az és az ugye elmarad, viszont a hatodik rész előtt még mindenképp szeretném bepótolni. Vasárnap pedig végre valára megérkezik a Loki második évadának az első előzetese, amiről természetesen már aznap érkezni fog elemzés, Azt várom én most jelenleg a legjobban. Szóval nyomjátok be a csengőt, ha nem szeretnétek lemaradni róla. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. További szép napot! Sziasztok!